Lauer Ágnes a témához illő zongorajátéka adott varázslatos hangulatot a kiskunhalasi őszi tárlat záró rendezvényén. A Torma 150 plusz 2 című tárlatanyaga magángyűjteményekből kerültek összeállításra. Szakál Aurél igazgató más mellett ezt a szervező munkát is összefoglalta megnyitójában. Van egy szakmai kapcsolatrendszerünk, hál' Istennek, és tudunk kölcsönkérni műveket műgyűjtőktől, és tudjuk már a csinyát-binyát a kölcsönkérést. Tehát van olyan, hogy nem tudjuk, hogy ki a tulajdonosa a festménynek, mert árverésen volt, de az árverező ház az nem adja ki az információt, viszont megkérdezi a tulajdonost, és az rábólint, és akkor az árverező ház kéri kölcsön, és mi az aukciós háztól kapjuk meg. Hát ilyen tudásbeli tapasztalatunk hál' Istennek vannak, és így tudunk kejtásokat készíteni most már évek óta, hogy őszi tárlatokat tartunk nagybányai témakörben, és a torma kiállításán 42 mű szerepel, és azon kívül, hogy egy múzeumtól kértünk kölcsön, a Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galériától, különböző helyekről jöttek képek, Kecskemét, Jászberény, Budapest, München, és külön öröm számomra az, egy érdekesség, hogy Halasról kb. 10 tornaképet tudtunk kölcsönkérni. Az igazgató büszkén tudatta, hogy a záró rendezvény előadója a múzeum munkatársa Kolarics Gábor, művészettörténész, múzeológus, aki a festőzseni torma egy érdekes, mitológiai korszakát elemzi prezentáció kíséretében. Egyrészt ez egy nagyon hosszú életút, 45 évig festett Torma János, és ennek vannak fázisai, van egy tanulási fázis, egy önmagát kereső része a dolognak, és aztán nagy vállalkozások következtek, és aztán van egy mondjuk egy idilliumba forduló rész, amikor a szépséget kereste Torma János, és a tanítást letéve újra kinyílt a festészete egy más irányba. És ez egyébként a mai előadásnak is a témája, amiről most beszélni fogok, ez a mitológiai része a festészetének, ami egy nagyon érdekes, önálló részét képezi az életműnek. Azért választottad ezt, mert személy szerint ehhez kötődsz, vagy úgy gondolod, hogy ez kiemelendő, vagy kevésbé értékelt még a közönség számára? Kevésbé értékelt, és nagyon kifejezi Torma Jánosnak a belső szemléletmódját, ahogy élt és mozgott a világban, és amit gondolt a művészetről. Tehát ez a rész nagyon lényeges, és nagyon keveset beszéltünk eddig erről.